Pécs volt az első helyszíne a magyar-roma származású hősöket bemutató országos történeti vándorkiállításnak. Az Együtt szabadon magyar cigány hősök című kiállítást a Terrorháza Múzeum állította össze, mint egy 10 éves kutatási időszakot felölelve. A kiállított táblákon olvashatók a cigány hősök életrajza, tevékenységük. A megnyitón koncertet adott Olá Gergő is. Nagyon örülök, hogy a részese lehetek ennek, ennek az egésznek, és valahol én is ezt ilyen, kicsit ilyen szívügyemnek érzem, mert a roma kultúrát, a hagyományt, és azt, hogy a romák között is milyen fantasztikus emberek vannak, művészek, alkotók, tudósok is akár egyébként, hogyha jól szétnéz az ember, azt gondolom, hogy ennek fényt kell adni, és ezt kicsit előtérbe kell helyezni, hogy egy kicsit ez is romboljon dolgokat. Egy eléggé vegyes repertoárt játszottunk és hoztunk el ide. Én magam is egy kicsit ilyen vegyes felvágott vagyok, mert három zenei stílus van az életemben, amit folyamatosan használok, az a popzene, a saját Olá Gergő dalaim, amikkel nagyon fontos üzeneteket és mondani valót adok át, vagy szeretnék átadni. Van az autentikus cigányzenei világ, amit szintén a kultúra miatt, a cigányság miatt, az én cigány mi voltam, múltam miatt is nagyon szeretnék előtérbe hozni, egy kicsit modernebb felfogásban. És van a gospel zenei stílus, az meg az Istenbe vetett hitem miatt fontos, ezért mind a háromból hoztunk ide, és mind a hármat színpadra vittük. A járványidőszakról, az idei terveiről is kérdeztük Gergőt. Nyilván volt egy nehezebb időszak az én életemben és a zenészek életében is eléggé, de most arra mondhatom, hogy ez már úgy lecsengett, és most már van mit csinálni, lehet koncertezni, lehet tévéműsorba szerepelni, és nagyon-nagyon bízom abban, hogy ez így is marad, sőt, nagyon reménykedem, hogy ez még fokozottabb lehet, és majd nem lesznek korlátozások semmilyen módon, mert nekem is vannak a jövőre nézve nagy terveim. Azokat szeretném, hogy biztonságban meg tudjuk valósítani. Új zenei projekten dolgozunk, Geszti Péterrel egyébként. Akkor szeretnék egy évvégi jubileumi Olá Gergő koncertet. Fú, sok mindenen gondolkodunk, sok minden terv van erre az évre. Úgyhogy nagyon-nagyon reméljük, hogy semmi nem vágja azt keresztbe, szóval nem unatkozunk. Aztán ott van a család, és ott, tehát nekem az unalom, az igazából az nem létezik, az, hogy unatkozni. Mondjuk néha jó lesne csak úgy semmit csinálni, de arra meg mindig azért szakítok időt. Mindig azért kiszakítom magamat is, a családot is, a feleségemet is ezekből a mókus kerekekből, és azért hála Istennek mindig van idő arra is, hogy kicsit pihenjünk. Az énekest komoly szálak fűzik a pécsi Gandhi gimnáziumhoz, ahol most új feladatot kapott. Szerintem egy ilyen 6 éve folyamatosan járok ide, és konkrétan most már minden hónapban fogok jönni ide, mert ilyen motivációs tréner lettem a gyerekek számára, ami nekem egy brutális öröm, szóval havi szinten jövök hozzájuk és beszélgetünk az élet nagy dolgairól, és azt gondolom, hogy ez az iskola nagyon-nagyon fontos, és nagyon reménykedem abban, hogy ez az iskola, és ami ez a rendszer tud majd terjedni országos szinten is, mert akár innen kikerülhetnek hősök is, példaképek, és olyanok, akikre fel lehet nézni. És én mindig ezt mondom a gyerekeknek, és most is ezt üzenném nekik,
hogy legyenek olyan emberek, akiknek az idegen ember is azt tudja mondani, hogy büszke rá. Nem csak az anyukája, vagy nem csak az apukája, hanem egy idegen ismeretlen ember oda megy. Amikor egy idegen ember oda megy hozzád, és azt mondja neked, hogy te figyelj, én nem ismerlek, de én büszke vagyok rád. Az szerintem egy erős dolog, én ezt tapasztalatból mondtam, és nekem az egyik olyan dolog volt ez, ami erős nyomot hagyott bennem, hogy egy koncertem után 2013-ban először hallottam ezt, egy idegen ember odajött hozzám, és azt mondta, hogy te Gergő, nem ismersz engem, de én rohadt büszke vagyok rád. Tehát engem ez úgy belém égett akkor ott, és azóta én ezt kívánom a jövő nemzedékének, hogy olyat tegyenek le az asztalra, nyilván kemény munkával, kitartással, stb. Hogy egy idegen ember is azt tudja neki mondani, hogy büszke rá.